A magyar lakosság 96%-a a mindennapos megélhetés, 89%-a pedig a szegénységi és társadalmi kirekesztés miatt aggódik. Az Euróbarométer felmérése szerint ezek a problémák nem csak itthon, hanem az Unióban is aggodalommal töltik el az embereket. Görögországban például a lakosság 100%-a válaszolta azt, hogy a megélhetési költségek miatt fél leginkább. Hál' Istennek, nekem rendben vagyok, nyugdíjas vagyok, dolgozom mellette. Egyébként pedagógus vagyok, úgyhogy így aztán most jöttem a munkából pont. Az Európai Parlament által közölt Euróbarométer felmérése szerint kevesen vannak olyanok, akik ne aggódnának valami miatt a mindennapokban. Az európai lakosság mintegy 93%-a azt válaszolta, hogy leginkább a megélhetési költség okoz számára gondot. Országokra vetítve van, ahol még ennél is magasabb ez az arány. Görögországban az emberek 100, Cipruson 99, Olaszországban és Portugáliában a lakosság 98%-a tart ettől. Magyarországon a lakosság 96%-a aggódik a mindennapos megélhetés miatt. Hát ugye a rezsi, az árak a boltokban, ügybe kell osztani, nyugdíjas vagyok én is. Nem is tudok kiemelni semmit, mert minden az árak, ránézek a gyümölcsökre, minden emelkedik. Egy jó dolog van, hogy ma kaptuk meg a nyugdíjat. Így van. Egy kis emelés. Igen. Ennyiből jó. De amúgy nagyon nehéz a sors, meg az élet is. A mindennapos megélhetésen felül a szegénységtől és a társadalmi kirekesztéstől tartanak a legtöbben. Ezt az uniós átlag 82, a magyar lakosság 89%-a jelölte meg, mint a második legnagyobb probléma. Megkérdeztetem, hogy önnek mi a három legnagyobb gondja, mitől fél leginkább? Nincs lakásom. Mert beleszaladtam a lakásmafiába, és 3 éve csücsülnek rajta. A felmérés szerint sokakat aggaszt a klímaváltozás és az orosz-ukrán háború kiterjedése is. Ez utóbbi az unió lakosságának 81%-át, itthon pedig az emberek 86%-át tölti el félelemmel. Van, aki semmi más nem szeretne, csak békét. Jó lenne, ha észhez térnének az emberek. Talán nem kellene még egy világháború. Én az a generáció vagyok, amelyik a másodikat pici gombaként, de átéltem. Szörnyű. És ami utána jött, még szörnyűbb volt. Úgyhogy minden körülmények között békét kívánok minden embertársamnak. A felmérés arra is választ keresett, hogy a lakosság milyen problémák megoldását szeretné látni a leghamarabb. Magyarországon legtöbben az egészségügy javítását és új munkahelyek létrehozását választották.